Préselt tégla készítés. A préselt tégla a vályog téglához hasonlóan falépítő elem. A hagyományos népi építészetben ez a megoldás nem fordult elő. A Békés Csabai gépgyár is csak az 50-es években kezdte el gyártani saját téglaprésgépét, amely nagyméretű téglának megfelelő préselt téglát képes előállítani. A gép téglatest alakú nyomóformájába földnedves konzisztenciájú agyagot töltünk, a felesleges földet lehúzzuk, lecsukjuk a felső súlyos rögzítőlapot, lezárjuk, majd az oldalsó kar segítségével 1 tonna súlynak megfelelő nyomást helyezünk az anyagra, és ennek eredményeképp egy téglányi méretű tömés földdarabot kapunk. Ennek a téglának az az előnye, hogy a préselést követően szinte azonnal beépíthető, nem igényel jelentős idejű plusz száradást szemben a vályog téglával. Az általános eljárás szerint egy ilyen gépet 3 ember szolgál ki. Egy tölti, egy a gépet és a kart kezeli, egy pedig a helyükre szállítja a téglákat. Ilyen munkarendben egy nap átlagosan 800-1000 darab préselt téglát lehet elkészíteni. A sablont alkalmanként érdemes a letapadt földtől fémkefével megtisztogatni, ezután újra leengedhetjük a fenéklemezt és újra tölthetjük a formát agyaggal. A nagyobb göröngyöket eltávolíthatjuk a jobb eredmény elérése érdekében, ha bár ez a technika különösebben nem érzékeny az anyag minőségére, tehát sokféle szemcseméretű és összetételű anyaggal is jól elkészíthető. A folyamat végén gyári precizitású, teljesen sima, jól préselt földtéglát kapunk. A végeredmény. Megfigyelhetjük, hogy az 1-2 nappal korábban készült sorok már teljesen szárazak, így egy heti száradást követően nyugodtan lehet kazlazni, majd raklapon az építkezés helyére szállítani a préseléssel előállított földtéglákat.